Egy pár év és a szilicei jégbarlang már csak nevében fogja viselni a jeget. A globális felmelegedés és a csapadékhiány a jégtakaró fokozatos eltűnését okozza a Szlovák Karszt Nemzeti Park területén található szakadéktöbörben. Néhány év alatt a barlang jégállományának háromnegyede eltűnt. -4 Celsius fokot mutat a hőmérő, mondja a hőmérséklet megfigyeléseket végző barlangász, aki a szilicei jégbarlang bejárati részénél ellenőrzi az aktuális értékeket. Több tucat mérőműszert helyeztek el a geológiai képződményben, hogy ellenőrizhessék a klímaváltozását. Többek között ugyanis a felmelegedés okozza a jégtakaró olvadását. A barlangászok 2011 óta végeznek állandó hőmérséklet megfigyelést. Attól tartanak, hogy az olvadás visszafordíthatatlan, új jégréteg pedig már alig képződik. Most már megállapítható, hogy körülbelül 85% jég ma már tönkre, mint ma elolvadt. A barlang bejáratát 15 évvel ezelőtt még összefüggő jégréteg borította. Ma már csak kisebb foltokban látható a jég, a jégzuhatakból pedig egy méretesebb jégcsap lett. Gál Lajos geológus szerint a legnagyobb gondot a csapadék elsősorban a hóhiánya okozza, mivel így nincs, ami lehűtse a barlangot. Azelőtt esett félméteres vagy egy méteres hóréteg, és egész évben még maradt, és ebből pedig elegendő hideg levegő áramlott le a zsákszerű üregbe, a szilicei jégbarlangba. Most ez a hideg levegő, mivel nehezebb, mint a meleg, a meleg levegő teljesen kiszorította a barlangból, és tulajdonképpen egész évben ott maradt a túlhűtött, a nagyon-nagyon lehűtött hideg levegő. Ezt úgy kell érteni, hogy -1 fok, -1,5 fok, de ez éppen elegendő volt a jégképződéshez. Na most akkor utána jöttek a koratavaszi nagy esők, a víz átszivargott a kőzet repedésein, bele az üregbe, a lehűtött üregbe, és létrejöttek a gyönyörű szép jégképződmények. És most még mit látunk, hogy esik 2-3 cm-es hó, ami kitart egy hétig, két hétig, elolvad, és utána már meleg levegő áramlik. A barlangrendszer első térképét a 18. század elején készítették, de csak 1931-ben sikerült átásni a jégzuhatag alatti törmeléket és felfedezni a barlang alsó szintjét. Az itt található fekete patak 65 méter hosszú szifonjáratát 1988-ban úszták át először. A leglátványosabbnak számító jegesterem az alsó járat mennyezetének beszakadásával jött létre. Ezt a részt és a többi termet is csak szakképzésre képzett barlangászok látogathatják. Jelenleg 2300 méter van feltárva a barlangrendszerből. A kutatásokat a szifonjárat mögötti részben végezzük. Az évek során sikerült egy részletes térképet kidolgoznunk, rövidebb járatokat is felfedeztünk, de sok esetben a vízzel teli szűk járatok megállítottak minket, ezek rendkívül veszélyesek. De a klímaváltozás megfigyelése tovább folytatódik, mondja a barlangász. A szilicei jégbarlang Európa legalacsonyabban fekvő eljegesedett ürege. A turisták a korláttal határolt sétány mentéről tekinthetik meg. A természeti örökség jégtakarója becslések szerint évtizedeken belül teljesen eltűnhet.